Több százan gyászolták Johannesburg szegény negyedében azt a 14 éves fiút, akit a dél-afrikai zavargások során lőttek agyon egy plázánál. A korábbi elnök Jacob Zuma bebörtönzése miatt feldühödött tömeg kedd óta több városban összecsapott a rohamrendőrökkel, és boltokat fosztott ki. A Chris Hani bevásárló központot felfegyverzett taxisok próbálták megvédeni, egyikőjük lőtte le a tinédzsert. A kancellária miniszter mindenkit a vérrontás beszüntetésére szólított fel. A polgárok fegyvert fognak, hogy megvédjék az üzleteiket. Megértjük, hogy féltik az életüket és a tulajdonukat, de akkor is együtt kell működniük a hatóságokkal, hogy visszaállíthassuk a joguralmát. Ha mindenki puskát ragad, akkor a radikálisok is meg fognak erősödni, és ez káoszhoz vezethet, üzente a miniszter. A zavargásokban eddig legkevesebb 72-en vesztették életüket, és több mint 1200-an megsebesültek. Volt, akit agyon tapostak a boltokat megrohamozó rendbontók. A kormány ezért 5000 főre növelte az utcán járőröző rohamrendőrök számát, 2000 embert már le is tartóztattak. Mozgósítani a katonaságot nem olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik. Ez nem egy csettintésre megy. Különböző bázisokon, egységekben és barakkokban vannak. Ettől függetlenül az összehívásuk folytatódik. Már így is megdupláztuk a rendfenntartók számát, tette hozzá Kumbudzo Necseveni. A lakosság többségét kitevő zuluk nyílt támadásnak vették Zuma bebörtönzését, ezért vonultak az utcákra. Pedig a volt elnököt azért ítélték el, mert nem volt hajlandó megjelenni a korrupciós ügyeit vizsgáló bizottság meghallgatásán.